Kézfogással köszöntötte egymást Igor Jurics és Alexander Vulin a szabadkai újvárosháza előtt. A két fél ezt követően aláírta azt az együttműködési szerződést, amelyben a Szociálpolitikai Minisztérium segítségéről biztosítja a Tiana Judit alapítvány működését. Nem a fondáció potrebna više technička nego finansijska pomoć. Iskreno želim da kažem da neke stvari još nisu dovoljno dobre u našoj zemlji, da mi to moramo da poboljšamo i nadam se da ćemo uz državne institucije poput Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za rad i socijalnu politiku, da ćemo imati bolje mogućnosti za tako nešto i siguran sam da mi kao država na tome moramo mnogo više da radimo. A Tiana Jurić alapítvány korábban már kiharcolta azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a gyermek eltűnésének bejelentését követően a rendőrség nem 48 óra elteltével, hanem azonnal megkezdi a keresést. A država ima svoje mechanizme da se bori. Ima zákone, ima ljude, ima institucije, ima službe, ali to nije dovoljno. Čitavo društvo mora da se uključi u borbu za zaštitu naše dece, za prepoznavanje svakog oblika zla i za suočavanje sa zlom i za iskorenjivanje zla. To moramo da radimo zajedno. Szerbiában évente hozzávetőlegesen 700 gyermek tűnik el. Jelentős részük napokon belül megkerül, azonban az esetek egy része tragikusan végződik. Ide sorolható a 2014 nyarán elrabolt, majd brutális körülmények között meggyilkolt szabadkai Tiana Jurić esete is.